rajzaim önstruktúráló vizuális asszociációk vallja munkáiról Vágbrögyi Attila grafikus művész, aki hozzáteszi a rajzolás tisztelgés az élet előtt, hogy mit ért mindezek alatt hamarosan megtudják. Itt ülünk Vágbrögyi Attila grafikus művész. Hát nem is tudom, hogy műteremnek lehet-e nevezni ezt a kis tetőtéri szobát, ami két okból furcsa nekem. Az egyik, hogy hasonló kollégáknál járva, mondjuk festőművészekről beszélek inkább, nagy, tágas, napfényes műtermeket láttam. Ezzel szemben te, mint elárultad, mesterséges fénynél dolgozol. A másik az, hogy majdnem minden kollégádnál egyfajta művészi rendetlenség figyelhető meg. Itt nálad minden precízen, fixen a helyén van, mindennek megvan a maga helye, rendje. Ezt szokták rám mondani, hogy precíz ember vagyok. Én ezt rajzoló szobának vagy rajzoló sufninak szoktam nevezni. Ez a festőknek a műtermeihez képest a különbség talán abból adódik, hogy maga az alkotások léptéke is más. Tehát ugye egy festmény az akár 80 centi színes lehet, akár még a kisebbek, vagy sokkal nagyobbak is, míg ezek a grafikák, ezek picik, ugye én A4-es méretben dolgozom, tehát ugye ez egy kicsike papír, elég részletdúsan, úgyhogy ahogy mondtad, a részletet meg a pontoknak a rendjét szeretem a papíron. Én bárhol vagyok, én megteremtem magamnak azt a kis sarkot, ahol a rajzolásnak tudok hódolni. De kuckós mindegyik. Kuckós mindegyik, tehát nem műtermes. Azt meséld el a nézőinknek, hogy hogyan vezetett a Kisújszállásról, ahol születtél, az utad, eddig a kis rajzoló szobáig. Hány kuckon keresztül fogalmazhatnék így is? Kuckó az rengeteg volt. Inkább magát a rajzolásnak a útját mondanám. Már én kiskoromban, gyerekkoromban rajzoltam. Minden gyerek egyébként. Mint minden gyerek. Édesanyám is rajzol, fest, ő is foglalkozott már akkor is rajzokkal, ugye ő tanítja is ezt, és engem kiskoromban lenyűgözött az, ahogy ő rajzolt egy kockát. Ez az egyik első élményem. Egy papírra, grafitceruzával egy kockát, akkorát, mint egy mokkacukor. És ez engem lenyűgözött, hogy hogy lehet néhány vonallal ábrázolni egy térbeli testet. Hány éves voltam ilyenkor? Kisgyerekkort említettél? Ezt nem tudom. Nincs, nekem az időérzékem az nem a formai keretekhez szabott, hanem én valahogy úgy egészében szemlélem a múltat, jelent és a jövőt. Valamikor kicsi koromban, az is nagyon megragadott, ahogy ő tudott egy egyenes vonalat húzni. Tehát ő egy határozott, nyíl egyenes vonalat tudott, és ugye én a kis gyerek kezemmel reszketeg, egyenetlen vonalakat húztam, és ez volt az, ami engem csodálattal töltött el, és az érdeklődésemet felkeltett. Dévényi János, a Keszjárt elnöke, azt mondta a legutóbbi kiállításod megnyitóján, hogy Attila lendületes vonalakkal dolgozik. Most már. Most már, tehát akkor édesanyád nyomába léptél ezek szerint. Igen, meg ahhoz, hogy az ember mozdulatai rutinszerűek legyenek, ahhoz rengeteg az adott típusú mozdulat szükséges. Tehát úgy, mint ahogy egy táncnál, ugyanúgy a kézzel végzett rajzolási mozdulatoknak is kell kialakuljon egy rutinja, ami automatizálódik, és úgy, mint ahogy a biciklizés is kezdetben dülöngélve megy, utána egyre inkább könnyeddé válik. Kanyarodjunk vissza a kisgyermekkorhoz. Ugye én ott is közben szúrtam, hogy a gyerekek zöme rajzol. Már eleve az óvodában rajzoltatják őket, a szülők is rajzoltatják őket. Ez az önkifejezésnek egy jellegzetes módja. Mikortól sejtítetted meg, ha nem is te, akkor édesanyád, vagy a környezetedben lévők, hogy te egy picit máshogy rajzolsz, te egy picit ügyesebb vagy, te egy picit többet kifejezel a rajzaiddal, mint egy átlag 6-8 éves gyermek. Hát a 6-8-at azt még egy kicsit korainak nevezném, én inkább olyan 11-2-3 éves koromtól kezdve érzem úgy, hogy egy kicsit tudatosabban rajzolok, de az mindig is jellemző volt, hogy én a rajzórai tevékenységen túl pár plusz dolgot is csináltam. Tehát én otthon saját örömömre is rajzolgattam, nem csak azt, amit órákon, és már hát most itt van egy dátum, ezt nem tudom, hogy
87, akkor 17 éves koromban már a régióban megyei amatőr képzőművészeti kiállításon részt vettem. Tehát a tizenkevés éves koromtól kezdve mondhatom. Szolnokon is, illetve Kisújszállás régiójában. Tehát visszatérve oda, hogy 11-12 éves korodtól készültél tudatosan a grafikusi pályára, vagy a rajzolói pályára? Hát ezt nem mondanám, inkább szabadidős tevékenység volt ez. És milyen pályára készültél amúgy? Mert gondolom, hogy a szüleid, a környezetedben élők nem elégedtek meg azzal, hogy oké, ezt Attila szereti, ügyes, de hát ebből nem fog megélni. Igen, a megélhetés az én nálam úgy alakult ki, tehát én mellkassebészként dolgozom az Országos Korányi Intézetben. Maga a pályaválasztás iránya az egyrészt abból adódott, hogy az orvosi pályára valamilyen rálátásom volt, édesapám fogorvos, illetve az, hogy a pályaválasztásnál az embernek felvételi tárgyakat és szakmai irányvonalat kell választani, és nekem mindig is a reál tárgyak voltak azok, amiket úgy éreztem, hogy könnyen megy. Tehát a fizika, biológia, matematika, ezek voltak, amiket szerettem, úgy, hogy azt el tudtam képzelni, hogy ebből szakirányba is lépjek. És ez ugye az orvosi pályához passzolt, ugyanakkor a humán tárgyakat is szerettem, tehát irodalmat és nyelvtant is. Az, hogy a reál tárgyakhoz volt affinitásod és vonzódásod, ez magyarázza egy picit, ugrálunk persze ide-oda, a rendet, amiről beszéltél, a külső rendet, illetve a benned lévő belső rendet nevezhetjük harmóniának is, és ami persze tükröződik a műveiden. Hát attól függ, hogy milyen okokozati viszonyt akarunk a kettő között felállítani. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy ez a dolgokat rendezgető, vagy rendbeszedő, vagy harmóniába illesztő szándékom, vagy vágyam, ez inkább belőlem fakad, tehát ez inkább a személyiség jegyeimhez sorolnám. Míg az, hogy ez bizonyos más területeken is előny, az pedig ennek a személyiségjegynek a mellékhatása, de egy hasznos következménye. Harmóniában van az életed? Hogy érzed? Vagy az is lehet egy magyarázat egy művész esetében, hogy a műveiben festi meg a vágyott, idealizált világot. Meg az is lehet, hogy azt festi meg, amiben él. És nem a magánéletedben akarok vájkálni, csak gondolom összefügg egy művész esetében a kettő. Hát én úgy gondolom, hogy maximálisan harmóniában élem és éljük az életünket, de ezt a kérdést egy kicsit összetettebbé tenném, mert az, hogy most az ember harmóniában él, vagy a környezete, vagy a világot egyáltalán harmonikusnak látja-e, ez a megközelítésmódból adódik. Tehát ugyanazt, ugye itt van a teánk, ugyanazt az ízt, ugyanazt az illatot, ugyanazt a környezetet, bizonyos emberek negatívként élik meg, más emberek pozitívként élik meg, tehát én igyekszem mindenből a pozitív dolgokat meglátni, és ilyen módon gyakorlatilag lehetetlen, hogy ne legyen az életem harmonikus. Rögtön közbe szúrom azt, hogy azért arra kíváncsi lennék, hogy tényleg a legelkeserítőbb dolgokban hogy lehet a pozitívumot meglátni. Gondolok itt szegénységre, nyomorra, éhezésre, orvosként szembesülhetsz vele, akár nap mint nap,
a halálra, az elmúlásra, a gyászra. Ebből mi vehető ki egy harmonikusan gondolkozó, egy harmonikus életszemléletű ember számára pozitívumként? Az, hogy az embernek mindig törekednie kell a legjobbra, szerintem a minimum, a maximum, amit az ember tud nyújtani bármilyen tekintetben. A harmónia szempontjából pedig az, hogy a változások, az elmúlás, az újjászületés, ez a világnak, a természetnek, az univerzumnak alapvető eredendő rendje. Ugye ezt a keleti filozófiák szépen megfogalmazzák, tehát nagyon közel áll hozzám a keleti filozófiáknak, zennek, buddhizmusnak a szemlélete, de nem kizárólagosan, hanem más elméleti megközelítésmódokat is szeretek a gondolkodásomba beépíteni. A buddhizmusnál azért az elmúlás egy kicsit más, mert ott nincs klasszikus értelemben, vagy európai értelemben vett elmúlás, hiszen a lélekvándorlásban hisznek, tehát valahol örök időkig folytatódik a lény, a lélek. Igen, tehát ugyanúgy, ahogy a dolgok, természet, az élet újra teremtődése is a mindennapoknak a része, ugyanúgy természetes része az elmúlás is. Természetesen szakmai szempontból másképp kell azért a dolgokat megközelíteni, hiszen az ember a lehető legtöbbet próbál segíteni, ugyanakkor azzal is tisztába kell lenni, hogy a dolgok változása az a mindennapoknak a természetes része. Nagy sorszámokkal látod el a munkáidat. Lent azt mondtad, hogy itt fönt ebben a kis rajzoló szobában látható az egyes számú alkotásod, amit megmutatunk a nézőknek is. Az mikori? Akkor még nem raktam rá évszámot és sorszámot, de szerintem az is olyan 13 éves korom körüli. És engem zavart a grafitnak az a tulajdonsága, hogy óvatosan kell vele bánni, elmosódhat, radírozni lehet, nem is érzem elég maradandónak, a fixálása is nehéz, technikailag sem egy könnyű műfaj, és utána fokozatosan áttértem a tusra. A számozás az pedig valamiféle rendszerbe foglalja az egészet. Tehát így, hogy van egy soruk a grafikáknak, így mindig tudom, hol tartok. Miért pont ez volt az, amire azt mondtad, hogy ezt már vállalom? Talán azért, mert az már valamit ábrázol. Egy furcsa férfi fej, kicsit bizarr, kicsit szürrealisztikus kép az. Annál úgy éreztem, hogy ez valahogy már nem a firka kategóriába tartozik. Ugye a gyerek vonalakat húz, nem feltétlenül áll össze egy harmonikus egészé. Annál már úgy éreztem, hogy az már úgy egybe van. Kicsit én a szobrokat is szeretem. Némelyik rajzom egy kicsit talán szoborszerű. Tehát úgy függetlenül vannak néha a környezettől, csak úgy vannak a térben, és talán ez volt az első, ami így összeállt egy egész. Az aranymetszés szabályainak megfelelően? Hát az aranymetszés szabályainak megfelelően, bár én néha úgy érzem, ugye a képzőművészet és az alkotó folyamatnak az egyik alapelve és rendezőelve ez az aranymetszés, de néha én úgy érzem, hogy a természet egy picit szebb, mint az aranymetszés által kidolgozott szabályok. Tehát egy aranymetszéssel megszerkesztett csigavonalnál egy könnyeden megrajzolt csigavonal, vagy magának egy csigának a háza szebb. Egy picit én másnak érzem a természet valódi, legharmonikusabb arányát, mint az aranymetszés arányai. Maga ez a kuckó kialakítás, ez azt jelenti, hogy én szeretem a saját gondolatrendszeremet érvényesülni hagyni. Tehát amikor én leülök a rajzasztalhoz, akkor egy kicsit kizárom a külvilágot, elmélyedek abba, amit csinálok, illetve én nagyon szeretem, hogy ott látjátok a zenéimet, hogyha a zene is szól a alkotás közben. Különösen szeretem az orgona zenét, tehát annak a díszessége, Bachnak a motívumai, az olyan fajta kozmikus harmóniákat foglal magába, ami az egész világ mindenségre is jellemző, és ezt szeretem, hogyha hat rám, és azáltal egy kicsit engem inspirál a rajzolásban. Mi most itt forgatunk, mert ezt mondtad, hogy itt beszélgessünk, hiszen gondolom, hogy a te szellemeddel telik meg ez a közeg, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. De egyébként ez egy elefántcsontorony, ahova nem nagyon léphet be senki, csak a tengedélyeddel, vagy amikor dolgozol, akkor kikapcsolva ez változott minden. Az idők folyamán. Tehát amikor kisebb voltam, akkor
nem lehetett egy rajzot sem megnézni azelőtt, mielőtt elkészült volna, mert hogy úgy éreztem, hogy akkor, ha már valaki látja, valamit mond, valamire azt mondja, hogy hát ez így nem tetszik, miért nem úgy csinálod, miért nem amúgy csinálod, akkor már más születik, tehát akkor interaktívvá válik a rajzolási folyamat, de akkor már nem az lesz, amit elkezdtem. Ezért az elején szigorúan nem hagytam, hogy senki sem megnézze, most már nem zavar, tehát most már önállóbban élnek az alkotások, és akkor is az lesz belőle, ami lesz, hogyha valaki ránéz. Tehát most már ez nem zavar. Az elvonuláshoz pedig mindez hozzátartozik. A Bach is, vagy az orgonamuzsika is állandó? Az orgonamuzsikát azt lehet mondani, hogy állandó, mert azt nem tudom megunni. Tehát vannak ugye Petőfi rádiózenék, vannak aktuális rádiókban elhangzó zenék, amik mindig változnak, korszakok, stílusok, abból mindig van egy-kettő modern zenébe vagy popzenébe is, ami tetszik, de Bachot azt nem tudom megunni. Mozartot meg tudtam unni, Bachot nem tudom, Beethovent nem tudom megunni. Tehát az valahogy nekem a csúcsa a zenének. Hogyan zajlik egy kép születése? Gondolok itt arra, hogy egyrészt milyen inspiráció hatására születik meg a fejedben egy gondolat, hogy amit vizualizálsz, hogy ez hogy néz neki, és ettől kezdve egészen addig, amíg az utolsó pontot le nem teszed képletesen, mondjuk nem prózai szövegről beszélünk, de itt a mellettem lévő rajzokban pontok vannak. Igen, minden rajta van, kész, megmutatom. Az alkotás folyamata az úgy kezdődik, hogy feljövök, megfogom a tollat, és akkor valami kis vonalkát húzok a papírra, és akkor a toll nem fog. És akkor, mikor én rászánom azt a pár óra hosszát, hogy elkezdjek rajzolni, akkor az egész azzal kezdődik, hogy elkezdem a tollakat tisztogatni, mert rendszeres használat mellett is a tinta azért besűrűsödik, vagy elkezd másképp jönni ki, tehát a tisztogatással kezdődik. A második dolog az, hogy vannak méretre vágott papírlapjaim, ezeket én nagyobb méretűből vágom ki, mert szeretem ezt a Fabriano papírt, ami ilyen 300 g per négyzetméteres, tehát viszonylag vastagabb, lerakom ide, és nézem, és nincsen rajta semmi. Általában nem tudom, hogy mi lesz belőle. Aztán ekkor van, már szól a zene? Ekkor már szól a zene, igen. Aztán van úgy, hogy ezzel el is ment az a pár óra szabadidőm abból, és nem lett belőle semmi. Viszont, hogyha ezt tudom ismételgetni, tehát van egy pár nap egymás után, amikor erre van lehetőség, akkor valami mintát, vagy valami textúrát meglátok a papíron. Néha egy-egy kis szálat a faerezetéből, amiből gyártották, vagy valami kis technikai részletet, és van úgy, hogy azt halványan áthúzom, és abba elkezdek belelátni valamit. Születhet így kép, hogy valami ott lévőt látok. Önmagát szüli meg, az önmagát szüli meg, a papír, és egy ilyen attól önmagára visszaható folyamatként létezik. A másik pedig az, hogy a
hogy a bennem lévő vonalakból valamit a papírra ráteszek. Tehát ezek azok a bizonyos lendületes ívek, amit Dévényi János festőművész barátom is említett a Vonaldalok című kiállítás megnyitón tökön a Pajta galériában. Tehát valami vonal megszületik, akkor még az sem jelent semmit, az is csak egy irányvonal, és amit arra belelátok, azt utána kiegészítem egyéb hozzáillő részletekkel, és ezzel megszületik a kontúr. És mikor a kontúr megvan, akkor kerül be a rajz ebbe a nagy kupacba, a félkész rajzok kupacába, és akkor az, hogy én azt kipontozzam, az árnyékoljam, az egy hosszadalmas dolog. Van úgy, hogy hónapokig félre van téve, és utána valamikor előveszem. Ezért van némelyik rajznak a sarkában két évszám, egyik a kezdetének az évszám, a másik a befejezés évszám. Javíthatók ezek a munkák? Tehát, hogyha egy lendületesen egy vonal mégsem olyan lett, mint ami tetszik, ami elnyeri a tetszésedet, vagy amit belelátnál egyébként, akkor tudsz korrigálni, vagy pedig új lapot kell elővenni? Az elején bizonyos szintig javíthatók, mert az elején használok ceruzát is a vázlatnak a felrajzolásához. Utána, amikor már tussal végighúzom, akkor azzal már nem nagyon lehet mit kezdeni. Elvenni belőle nem lehet. Kapargatni vagy ráfesteni azt nem szoktam, nem is illik a technikához, és nem is szeretem. Viszont kiegészíteni még lehet, átalakítani másra, de ez korlátozott. Tehát inkább vigyázok rá, és akkor az lesz belőle. Ez tényleg nagy odafigyelést igényel. Az első számú rajzodat említetted, hányadiknál tartasz? Azt hiszem, hogy a 135-nél tartok. De itt van vagy 40 legalább, ami nincs még kész. Tehát egy kicsit előrébb tartok, mint ahol látszik. Témaválasztásodat tekintve nagyon sok, egyrészt ahogy körbenéztem kiállításon, vagy éppen itt most a lakásban nálad, nonfiguratív munkát nem is nagyon láttam. Tehát valamilyen motívum, növény, természet, az mindenképpen szerepel. Itt velem szemben a mesztelenőn arcképet látható, és nagyon sok női akt is látható ezeken a képeken. Magyarán a témaválasztásod az miből merítkezik? Hát a témaválasztásom tekintetében én szeretem valóban a szépséget ábrázolni. A másik, ami még ihletet ad, az nekem a természetnek a sokszínűsége és a formavilága, amiben nincsenek szögletek meg csücskök. Tehát ugye csak a 20. századi ember meg a mesterséges épített környezet tartalmaz csücsköket és szögleteket, úgyhogy nekem talán nem is nagyon van olyan, csak magának a levélnek a hegye, amit a természet hoz létre, inkább az ívelt organikus formákat szeretem ábrázolni. A nőkre azért térjünk ki, mert sok Igen. képeden szerepelnek, ők fiktív alakok? Fiktív is, meg nem is fiktív, mert ugye én nagyon szeretem a mozgásművészetet, például a táncművészetet, és hogyha elmegyünk egy balett előadásra, akkor már nem mondhatom, hogy fiktív, mert ugye létező személyek, létező emberek, létező táncait látom, tehát a tánc engem, a mozgásművészet, ami még a zene mellett megihlett a képek létrehozásánál. De konkrétan modellt nem állt modellt, neked senki? Modellt nem áll, hanem én egy kicsit elvonatkoztatok attól, tehát nem az anatómiai hűségű ábrázolásra törekszem, bár ugye vannak anatómiai ábráim is, tehát ugye szakmámból adódóan mellkassebészeti közleményekhez, meg előadásokhoz most is, meg régebben is csináltam ábrákat, folyóiratban jelenik meg, könyvillusztráció jelent meg, tehát anatómiai hűséget tudok csinálni, hogyha muszáj, de saját örömömre egy kicsit elvonatkoztatok, és az alkotás úgy jön létre, hogy ezek az élmények valamilyen módon átalakulnak bennem, és ami az asszociációk révén létrejön, az kerül papírra. Tehát egy kicsit én a múltkor ezt úgy fogalmaztam meg, hogy míg a karikaturista a valóság látott elemeinek a eltúlzott ábrázolásával hoz létre egy sajátos jellegű képet, úgy én a valóságról alkotott asszociációimnak az eltúlzását rakom a papírra. Tehát, hogy ezek a
kialakulás közben is egymásra hatnak, és egymással együtt élnek. Van olyan is, amikor két eltérő grafikám egymással kapcsolatban van, tehát egyik a másiknak valamilyen módon előzménye, vagy a másik következménye. Tehát nem azt mondanám, hogy sorozat, de például van a Elszakadás című képem, és a Visszatalálás. Ez a kettő, ez két eltérő élethelyzetet ábrázolva egymással szorosan összefügg. Van bármi, ami ki tud téged zökkenteni ebből a harmóniából? Minden mindig arra törekszik, hogy az embert kizökkentse a mindennapjaiban a harmóniából. Én ennek próbálok ellenállni. Mindent megteszek azért, hogy valamiféle stabilitást meg tudjak őrizni, és valamiféle harmóniát, igen. Egyszerű látogató, aki betéved egy tárlatodra, körbenéz és beír valamit a vendégkönyvbe, vagy személyesen neked mondja el a tapasztalatait? Hát a kiállítás megnyitók általában azok a rendezvények, ahol az ember tud a képeket befogadó közönséggel találkozni. Valóban, ahogy mondtad, többnyire pozitív visszajelzést kaptam. Ugyanakkor volt olyan is, aki kifejezetten, hogy is mondjam, lehetetlennek érezte a rajzokban azt a kettősséget, ez egy szobrászművész volt még kiskoromban, hogy a könnyedség nem párosulhat ilyenfajta kontrolláltsággal, mint ami a pontozásos technikával adódik. Hát itt vagyok, aztán ilyenek a rajzaim, úgyhogy ezzel nem nagyon tudok mit csinálni, viszont többnyire valóban pozitív visszajelzést kaptam, olyannyira, hogy nyomtatásba is megjelentethettem elég sok képet már, úgyhogy ez a kis kupac itt, ez azok, ahol valamilyen formában már nyomtatásban megjelent rajzom, illetve most is adtam be egy Lear Art nevű pályázatra képeket, amiben az az érdekes, hogy nem illusztrációk lesznek versekhez, hanem beadom a képeket, és az, hogyha valaki lírával foglalkozó verselő embert megiklet, akkor arra írhat valami költeményt. És ez egy kis nyomtatott könyvecskében meg fog majd jelenni. Ez általában fordítva szokott lenni, nem? Ez fordítva szokott lenni, igen, de egy érdekes ötlet ez, hogy... Ez azért egészen más, mint hogy mit álmodsz bele a papírba, vagy mit rajzoltat a papír orgona szó hatására. Van ez a gyerekrajzkönyv, ezt a KIMTE, tehát a Karculat Egyesület álmodta meg ezt a könyvecskét. Gyermekeknek az ország minden részéből meghirdetett pályázata volt, küldtek be képeket, és utána egy második fordulóban megírtak meséket. Az is egy kicsit összefüggött, hasonló ehhez a mostanihoz, hogy képekre asszociálnak valamilyen történetet, és utána ezt sikerült könyvformájába is megjelentetni. Tehát ilyesmibe vettem akkoriban részt, ugyanakkor a Aranyceruza, akkor még nem volt egyesület, hanem Aranyceruza baráti kör, Károlyfi Zsófiáéknak a egyesülete. Ebbe is van, amiben alkotóként veszek részt, van, amelyiknél már a szöveget is megkaptam is a rendezésbe. Jobb kezedben lévő könyvnek a borítója, az a te munkád? Ez az én munkám, igen. Hát akkor. Ez az én munkám, ez a borítóra került. Kesziárdban társadalmi munkát végezni, szervezni, szerkeszteni, mindezt a pénzkereső munkád mellett. Ezt nem így fogalmaznám meg, hogy időm jut, hanem az ember az idejét valamilyen módon eltölti.
Tehát az, hogy én mire töltöm az időmet, az ugye az ember által megválasztható tevékenységforma. Tévét például nem nézek. Na jó, néha megnézem a Nat Geon valami ismeretterjesztő filmet, vagy szeretem a űrhajózásról szóló rövid filmeket, de nem nézek tévét. Hogyha az ember csak annyit nem néz tévét, mint amennyit az átlag magyar lakosság néz, akkor már többször annyi időm van, mint amennyit jelenleg rajzolásra fordítok. És nyilván azért emellett ugye az időmnek a fő részét, azt a szakmai tevékenységek, kongresszusokra készülés és egyéb kiegészítő folyamatos szakmai továbbképzések és utánképzés az, ami utótanulás az, ami soha nem érhet véget, és ami az idő nagy részét elfoglalja. És gondolom, soha nem érhet véget a természetjárás, hiszen a természettel való szimbiotikus viszonyodról beszéltél korábban. Igen, igen. Szeretek kirándulni. Bükkbe szoktunk néha kirándulni, vagy itt a környéken. Ugye ha az ablakon kinézünk, a János egyik kilátó az látszik, tehát innen bárhova a környékre el lehet gyalogolni. Mindig szeretek olyan helyre menni, ahol a turista térképen látszik, hogy több turista út keresztezi egymást, és bármelyik irányba gyalogolhat az ember. A Kessiártról mit érdemes tudni? Ez egy érdekvédelmi, egy szakmai közösség. Miért érdemes egy helyi művésznek belépni oda, és mit tud nyújtani számára? A Kessiárt Egyesület az ugye 2012-ben alakult. Géze Piroska, Dévényi János és Darkó Jenő kezdeményezésével alakult meg. Többen vagyunk alapító tagok, de az ugye egy jogi kategória, aki a hivatalos alakuló ülésen jelen van, az ugye alapító tagként bejegyzésre került, tehát ilyen módon kerültem az Egyesülettel kapcsolatba. Az Egyesület az azért különleges szerintem, mert ugye a régiónak itt, ugye a kistérségi régió központjává vált Budakeszi, régiónak én úgy gondolom, hogy a Kessiart Egyesület az a meghatározó művészeti egyesületévé és csoportjává vált. Nincsenek szigorú, hogy is mondjam, szabályok a tekintetben, hogy milyen típusú alkotók léphetnek be, ezért aztán a palettánk nagyon széles, tehát keramikustól, ötvös művésztől, grafikusokon keresztül, festőművészeket át a selyem szövőig, iparművészig, asztalos mesterig, nagyon sokféle restaurátor, igen, tehát nem is tudom, elnézést, hogyha valamelyik szakterületet kihagytam, nagyon sokan vagyunk benne, és én úgy érzem, hogy az Egyesület nagyon gyorsan a virágzó és termőfázisába lépett. Tehát ahhoz képest, hogy 2012-ben alakult, és ugye kezdetben csak a tavaszi tárlatunk volt, meg a karácsonyi karitatív kiállítás, ma már minden évben számos plusz több lehetőség van. Tehát a régió települései meghívnak minket. Mennyire speciális, egyedi az a technika, amivel te dolgozol, ez a tus technika, hiszen többféle is létezik. Mitől Vágvölgyi Attilás? Ezt nehéz megfogalmazni, mert ugye a pontokból való kép létrehozást azt nagyon sokan csinálják. Tehát önmagában az, hogy az ember pontozásos technikát is alkalmaz a vonalak mellett, az nem egyedi. Hát én szerintem a kép és forma világ az, ami alapján el lehet azt dönteni, hogy most valami egyedinek tekinthető-e vagy sem. Ugyanakkor valamiféle, ez ugye analóg technika, tehát kézzel, tustintával, papírra készítem őket. Mégis ezek valamilyen formában én szeretem, hogyha megjelennek. Tehát ugye egy nyomtatott papíron ezek elég jól élnek, ezek a grafikák. Tehát az, hogy egy, tehát ezáltal több ember megtekintheti, és valahogy a képet nem érzem úgy, hogy csorbulna. Azt sem zavar, hogyha be van digitalizálva. Egy festménynél ez sokkal nehezebb megvalósítani. Tehát a festmény annyira összetett, annyira bonyolult dolog, annyira milliárd szín, annyira felszíni egyenetlenségek, ecsetvonások nyomai, annyi minden van rajta, hogy az nekem őrületesen bonyolult. Ez egy viszonylag, én úgy gondolom, hogy egy viszonylag egyszerű technika, és valamilyen módon azáltal, hogy kis apró pontokból jönnek létre a képek, egy kicsit rokon dolog a digitális technikával.
val. Ugyanakkor mégse teljesen lehetne azt mondani, hogy attól még, hogy ez képpontokból áll, bármi köze lenne a digitális technikához, mert az egész kép grafika, hogy létrejön, az már analóggá válik. A hiába 0,5-es vagy 0,4-es egy kis csőtollhegy, amivel én egy pontot leteszek, a kép, a pont lerakás a toll helyzetének tartásától függően a pont nem lesz ugyanolyan. Az ember azt hinné, hogy egy pont az csak egy picike kis kerek valami, de nem. Vannak különböző formájú pontok, és azzal már, hogy a pontoknak az alakja is, tehát egy-egy pontot is másképp úgy szoktam mondani, hogy felhelyezem a képre, hogy a felhelyezett pontoknak az alakja is más, azzal már más hatás jön létre.